sírsz, tudom, érzem, és mindig könnyezel. Ó, anya, most jöjj közel. Anya, hidd nekem, szép az életem, amit tőled kaptam én. Anya, hidd nekem, nincs baj velem, ne félj. Anya, hidd nekem, szép az életem, nyugodj meg végre már, a szívem úgy fáj, és a szíved úgy fáj. Boldogan érkezem hozzád, az álmom elviszem. Ó, anya, és mindenem. Ott mindig nyitva az ajtó, mert nincs is rajta zár. Ó, anya, nyugodj meg már. Anya, hidd nekem, szép az életem, amit tőled kaptam én. Anya, hidd nekem, nincs baj velem, ne félj. Anya, hidd nekem, szép az életem, nyugodj meg végre már, a szívem úgy fáj, és a szíved úgy fáj. Anya, hidd nekem, szép az életem, amit tőled kaptam én. Anya, hidd nekem, nincs baj velem, ne félj. Ó, anya, hidd nekem, szép az életem, nyugodj meg végre már, a szívem úgy fáj, és a szíved úgy fáj. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, önök a Dénom Dánom mulatós rádiót hallgatják, a mikrofonnál Sufit. Megöttem, és hamarosan itt lesz a vendégünk is. Mai esti vendégünk Bódi Csabi, szeretettel várjuk őt. Egy-két dalt le fogok még adni, mielőtt megérkezik mellém adásba. A következő dal egyik legújabb dala, dalának címe Amore Mio. Megyek én ma egy jó buliba, a fullos csajommal egy jó partira. Ömlik a sok pezsgő, mint az aranyeső. Amore, amore mio, amore, amore mio, amore, amore mio. Csábít a mosolyod, ahogy kacérkodsz. Mondd azt nekem, hogy amore mio, szeretlek téged, jöjj velem, veled lenni jó. Ó, kérlek, mondd azt nékem, hogy amore mio, szeretlek téged. Bezseg a vérem egy jó buliért, megveszek én most egy jó csajsziért. Iszuk a jó pezsgőt, én vagyok a nyerő. Sá-ná-ná-ná-ná-ná-ná. Elmegyek én ma egy jó buliba, a fullos sajommal egy jó partira. Ömlik a sok pezsgő, mint az aranyeső. More, amore mio, more, amore mio. Vérem, ha téged nézlek, ahogyan táncolsz, elsábít a mosolyod, ahogy kacérkodsz. Mondd azt nekem,
Pezseg a vérem egy jó buliért, megveszek én most egy jó csajsziért. Iszuk a jó pezsgőt, én vagyok a nyerő. Mi is elmegyünk a Csabival egy jó buliba, méghozzá mindjárt ma este itt a Dénom Dánom mulatós rádióba. És akkor még egy dal, és a dal után itt lesz velünk a Csabi. Következő dalnak a címe Vár egy új világ. Annyira tetszik az egész lényed, hogy megtennék most bármit, hogy megkapjalak téged. Annyira szexi az egész tested, hogy megígérem, könnyű lesz engem megszeretned. Állj meg egy csókra, kérlek, hogy öleljelek téged, úgyisten igazán. Érzem a szíved dobbanását, a véred forróságát, a bőröd illatát. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, és szép estét kívánok mindenkinek. Önök a Dénom Dánom mulatós rádiót hallgatják, a mikrofonnál Sufit, és már a Sufi nincs egyedül, itt van vele Bódi Csabi. Szia Csabi, szép estét! Szép estét kívánok mindenkinek, hújon aranyeső minden egyes hallgatódra. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük, hogy szívesen elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk. Nagyon szívesen, nagyon-nagyon szívesen. Hogy érzed magad, Csabi, hogy vagy? Fáradtan. Egy nagyon nehéz nap után vagyok ma túl. A szüleimmel forgatunk, nem tudom, szerintem nyugodtan kimondhatom a egyik kereskedelmi csatorna, akkor a TV2 édesélet című műsorában, és a mai
adást vettük föl, és egy kicsit fárasztó és nehéz volt, de ma túl vagyunk rajta, de nagyon szíves örömest állok a rendelkezésre is. Nagyon szépen köszönjük. Tegnap láttam, azt hiszem, hogy tegnap este néztem, pont a végét kaptam el a tévébe a műsornak. Mi volt az, amit apud főzött abba az üstbe? Hát vissza kell nézni az internetes oldalon, de amúgy lett egy sima kolbászos paprikás krumpli volt. Aha. De ilyen bódi módra, tehát hozzáraktuk a szívünket és a lelkünket, tehát egy kis csipetnyi szeretet, egy kis csipetnyi odafigyelés, és már kész is a bóbi úgy kolbászos paprikás krumpli. Nagyon-nagyon jól nézett ki, csak nem hallottam az elejét, nem láttam, hogy mi is készült. Na de menjek is az elejére, elnézést. Milyen voltál, mint gyerek? Hát igazi roma gyerek. Hát minden más kisgyerek, tehát normális. Remélem, hogy normális, nem mentem anyámnak az agyára, meg a fateromnak az agyára. Hát ilyen normális gyermekkorom volt, én sem nagyon szerettem tanulni. Igazából az ének és a testnevelés, amiből csillagos ötös voltam, meg a technika, a matek, az még úgy elment. Hát a magyar nyelv, irodalom, az is így közepes volt, a történelmet azt viszont nagyon szerettem. Uh-huh. Abból is nagyon jó voltam. Hát én normális gyerekkorom volt. Tehát én mindig akartam zenélni, de a faterom nem engedte. Azt mondta, hogy ez a zenélés, ez nem biztos alap egy élethez. És mondta a fiam, tanuljál, hogy legyél okos, hogy legyél tanult ember, hogy ahány iskolád van, annyiféle ember, vagy annál jobban el fogod tudni tartani a családodat. Uh-huh. Úgyhogy nem olyan engedett zenélni sajnos gyerekkoromban, úgyhogy később cseppentem csak bele. És minek tanultál? Hát én is azt kérdeztem magam, hogy minek kell nekem tanulni, de aztán rájöttem azt, hogy eltartsam a családot, de viccet félretéve. Utána elvégeztem a 8 általánost, én a szakmunkás iskolában jártam, padló burkoló, tehát parkettázni elvileg tudnom kéne. Gyakorlatilag is csillagos ötössel végeztem. Aztán úgy gondoltam, hogy ez még mindig kevés a mai világban, ezért egy kereskedelmit és egy érettségit is előtte egy érettségit, és aztán egy kereskedelmi iskolát is elvégeztem. Igazából nem nagyon használom egyiket sem, mert a zene annyira leköti a mindennapjainkat, hogy nincs idő, sem energiám ezzel foglalkozni. Már én nagyon szeretek alkotni, de az alkotási készségemet kiélem a zenében. Mint például most megjelent az Amore Mio című legújabb dalom, ebből készítettünk egy nagyszerű videóklipet, amit a videóportálon meg is lehet nézni. 3 napja van fönt, és már 30 ezernél jár a nézettsége. Láttam. Láttam, és gratulálok neked, és előbb pont azt a dalt adtam le. Igen, ez az egyik kedvencem, és a maga nem csak a dal miatt a kedvencem ez a klip, hanem maga a színvilágban és a vágásban. Tehát ha megnézed a leírását, a rendezője is én voltam a klipnek, és a vágója is félig én voltam. Úgyhogy hát általában a klipjeinket azt 95%-ban mi rendezzük a saját magunk, tehát a faterom is, ha csinál klipet, akkor ő rendezi. Mi tudjuk, hogy mit szeretnénk látni, vagy mit akarunk értékeltetni a kedves hallgatókkal, nézőkkel, és ez ezért van, mert mindig más a munkát. Szerintem jól sikerült. Majd a kedves rádióhallgatók is, ha a végén műsornak, akkor majd nézzék meg a klipet. Köszönjük szépen, majd be is fogom rakni a Facebook oldalon a csoportunkba, és akkor a hallgatók megnézhetik a klipet. Én úgy gondolom, te nagyon-nagyon gyerek voltál, amikor először színpadra kerültél. Hány éves voltál, amikor az első fellépésed volt? Hát igazából én még ettől is messzebb lennék, hány hónapos. Júj! Igazából amikor megszülettem rá egy pár hónapra, én már a színpadon voltam, babakocsiban, meg abban a Mózes kosárban. Tehát én igazából a színpadon nőttem föl, és a színpad mellett nőttem föl, és mindig irigykedve néztem, ahogy a szüleim ott állnak a színpadon, és sikerre sikert halmoztak, és mindig arra vágytam, hogy én is ott szeretnék állni, én is ott szeretnék lenni a reflektorfényben, és én is szeretném inni a szeretetet, amit a közönség árad felénk. És hát türelem rózsát terem, és ez a rózsa, ez nagyon szép rózsa lett, és nincsen tövise ráadásul ennek a rózsának, amivel én most élek, amit a kedves közönség ad én nekem, az ezt kívánom az összes szerettemnek, az ellenségemnek persze, nem?
az összes szeretemnek kívánom, hogy ezt éljék meg, amit én meg tudok élni a kedves közösség által, és ezúttal is köszönöm nekik, mert ők nem lennének, akkor mi elbugrálnék a színpadon egyedül, senki nem lenne rám kíváncsi, úgyhogy ha ők nem lennének, akkor én nem élhetném azt az életet, amit én élek, és ezért mindig fogok nekik minél jobbnál jobb dalokat. Legalábbis remélem, bízom benne, sikerülni fog. Mi köszönjük, hogy ti vagytok nekünk. Az ország imád titeket. Sokan elfelejtik, hogy tehát nem a közönség van az előadó művészért, hanem az előadó művész van a közönségért. És ezt nagyon sokan elfelejtik, pláne ezek a mostani fiatal tehetségkutató versenygyőztesei. Úgyhogy sajnos ezt nagyon sokan elfelejtik. Ha ők, a közönség nem lenne, nem mennék az albumainkat, nem fizetnék ki a belépőjegyek a koncertekre, akkor mi semmit nem érnénk. Mi nélkülük egy üres papír lennénk, ami nincs írás. Hát igen. Azt akartam előbb mondani, hogy az ország imád titeket, sőt határon túl is. Hogy érzed, hogy érzitek, minek köszönhető ez, hogy mit csináltok másképp, mint más? Hogy ennyire fönt vagytok a csúcson? Hát igen. Az az igazság, hogy ezt a reménytelenség nélkül mondhatom, hogy tényleg így van, hisz pénteken megyek Ukrajnába Salánkra, szombaton megyek Szilvásváradra egy magánrendezvénybe, onnan megyek Novézárkiba, tehát tényleg most a múlt héten voltunk Horvátországban, tényleg itt a Magyarország környező országaiban szinte mindennapos bejárásunk van, de nagyon sok felkérés kapunk Amerika, Franciaország, London, ahol általában nagyon sok a roma, oda szoktunk meghívást kapni, nem mindig tudunk eleget tenni, hogy minek köszönhető ez, talán az őszinteségünk, és az tényleg, hogy mi, amit az én is mondtam, hogy mi vagyunk a közönségért, nem ők értünk, és hogy a szeretet, amit mi sugárzunk a dalainkból, a boldogság, a vidámság, amikor a mi dalainkat hallgatják, akkor elfelejtik a mindennapos gondjukat, hogy a francba nem tudom befizetni a számlámat, ó, az asszony megcsalt engem, ó, nem tudom, fogalmam sincs, mert bármilyen problémájuk van, akkor meghallgatják a mi zenénket, és arra 2-3 percre elfelejtik a gondjaikat, a bajaikat. Talán ez lehet a sikerünknek a titka, illetve az alázatosság, az, hogy mindig rendelkezésükre állunk a közönségnek, tehát elmegyünk fellépni, nem rohanunk el egyik helyről a másikra, hanem maradunk még egy 20 perc, fél órát dedikálni, fotózkodni. Hiába 4-5 műsoron túl vagyunk egy nap, akkor is mindig hagyunk időt, minimum egy 15 percet, de inkább fél órát a kedves közönségre, és ez hálás dolog nagyon. Mások lerohannak a színpadról, beülnek a kocsiba, és egyből mennek egy másikra. Mi inkább visszamondunk egy műsort, de ki tudjuk szolgálni a kedves vendégeket. Tehát de maga ez az alázatosság a nézők felé. Meg hát ugye mi egy szerénytelenség nélkül mondhatom ismét, hogy mi ezt a műfajt megteremtettük, illetve az édesapukám megteremtette a 2000-es évek elején, 99-es évek környékén, ugyanis ezt a roma kultúrát vegyítette ezzel a mostani modern popos hangzással. Abból született meg az aranyesős lemezünk, amiből 160 ezer példány hagyott el szintén a kedves közösségnek. Igen, gratulálom. És onnantól jött mindig mindenki, minden. Persze volt ugye a Fekete Vonat régen, ő egy ilyen kicsit hip-hopos stílusban nyomta, szintén vitték ezt a roma kultúrát, de igazából mi vagyunk ennek a mulatós, bulizós műfajnak az úttörői, és mindenki bódikus stílusú zenét próbált csinálni azóta is, kisebb-nagyobb sikerrel. Például a Jolit kiemelném, akinek fantasztikus hangja és fantasztikus tehetsége van, aki ezt a stílust nem lemásolva, hanem megújítva tovább tudta vinni, és ennek az egyik dala ugye a Norokszájáj, a másik pedig a Dolce Vita, amit közösen készítettünk el, és van közel 2 milliónál jár a nézettsége, és igazából annak a stílusnak köszönhetően nagyon szeretik az emberek. Ha egy sima házi buliba, egy születésnapon csak ez a zene tudja igazából az embert szolgálni. Nem ezek a mostani megasztáros, már bocsánat, ezek a mostani tehetségkutatós zenészek. Nem bántani akarom őket, mert fantasztikus tehetségek, rejtőznek. Csak ugye másoknak a dalaikkal ékeskednek, és sok olyan előadó van, akinek van egy saját slágere, de nem őt hívják fellépni, hanem ezt a bármelyik tehetségkutatós fiatal zenész, és annak a művésznek a dalát énekli el,
aki otthon van, és akár nem tudja mondjuk a telefonszámláját, vagy a villanyszámláját, hogy nem tud egy kenyeret vásárolni a gyerekének, mert nincs koncertje. Miközben ezek a fiatalok pedig a színpadon állva az őslágereit éneklik, és ez a picit olyan igazságtalannak érzem ezt az egészet. Nehéz olyan fiatal tehetséget felmutatni, akinek van saját slágere. Hál' Istennek a Gáspár Laci ebből kinőtt, hál' Istennek a Karamell ebből kinőtt, és még sorolhatnék, tehát van erre ellenpélda rengeteg, de nagyon sok olyan van, aki nem is tudok, olyan zenész, művészt, aki panaszkodik, hogy nézzétek meg, elmennek a koncertre, és az én dalaimat játsszák, én meg nem tudom befizetni sajnos a számlámat, és az egy kicsit olyan rossz. De nem is tudom, hogy keveredtünk ide. Nem ez volt a de különben egyetértek veled. Egyetértek vele. Hosszú rögös volt az út? Nektek is? Még feljutottatok erre a szintre? Igazából a szüleimnek volt nagyon-nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon rögös. Ők ezt az utat, ezt kiásták, kitaposták, és ezt a gazos, rögös útból csináltak egy gyönyörű szép virágos sétányt, amire nekem csak rá kellett lépjek, és a bátyámnak is sorolhatnám még a Jolit, a Lothar Mérit, és még rengeteg olyan tehetséget, akit a szüleim fedeztek fel, akinek az életüket köszönhetik. Nyugodtan mondhatom a Lothar Mérit is, hiszen 14 éves, 15 éves volt, amikor a szüleim felfedezték, és oda jutott a média, ahova most jutott. Vagy a Jolit is kiemelném, tehát a Joli is egy fantasztikus tehetség, de a szüleim fedezték őt is föl, és ugye a románcok nevet azt a szüleim is találták ki a Joliéknak, és még 51 ilyen kiadvány van. Tehát a szüleim elültettek ezen a rogos, rögös úton egy gyümölcsfát, egy gyönyörű szép almafát, ami tele van almával, és mindenkit odaengedett a faterom, tehát odaengedi engem is, odaengedi a Jolit is, a Mérit is, és még 51 kiadványt. Nem azt csinálta, hogy ezt a fát előtette, és csak kövesztik belőle, mert mindenkit odaenged ebben a mulatos műfajba is, hadd egyen, hadd érvényesüljön mindenki. És mind sikeres. És ezért nagy tisztelet jár az én szüleimnek, hiszen tényleg soha egyetlen egy felfedezettől, amit a szüleim fedeztek föl, soha egyetlen egy forintot nem vettek el. Úgyhogy elment, mert sajnos ugye a produceri szakma az ilyen, hogy valaki producer, és akkor van egy felfedezett, és a jutalékot leveszünk a műsorból. De jogosan, hiszen azért kell dolgozni. Tehát itt van befektetett energia, pénz is, igen. És valahogy ugye, hát ez egy üzlet. Viszont a faterom soha nem egy üzletként tekintett erre a szakmára, hiszen se, nem akarom ismételten a nevüket annyit szoktuk említeni, de az imént említett előadóktól soha nem vettem soha egyetlen egy forintot sem, sem műsorból, se semmi, hanem azt mondta, hogy figyelj, tehetséges vagy, fantasztikus zenész vagy, felteszlek erre a bizonyos langlétvára, érvényesüljél. És hál' Istennek sikerült ezt. És semmilyen állami támogatás és semmilyen állami segítség nélkül ezt is hozzáteszem. Mm. És sok olyan roma ember, politikus vagy olyan ember van a szakmában, akik megtehetnék ezt, hogy nem saját pénzből, hanem állami pénzből vagy szponzori pénzből tudnák ezt támogatni, és sokan nem teszik meg, de az én szüleim saját önerő pénzből megtették ezt, azért, hogy értessék ezt a kultúrát, értessék ezt a nem lesz ezt a fajta stílust, hogy az embereknek minél több szeretetet és színességet tudjanak adni. Ne csak fekete vagy fehér legyen mindenféle színű, hiszen így szép az élet. Igen, így igaz. Az együttesben ki a vezető? Apud vagy anyud? Úgy tudnék erre válaszolni, hogy nekünk az együttes és a magánélet az egy. Tehát nincs külön magánélet és külön zenekar, hanem egy. Igazából, mint minden igazi roma családnál, a apuka a főnök, és utána anyuka, de igazából én úgy fogalmaznék, hogy apukám a fej, anyukám pedig a nyak. Uh-huh. Tehát a nyak irányítja a fejet, viszont a feje góri. Úgyhogy kicsit érdekes, és tehát a zenében is, a zenekarban is így van, hogy nincsen igazából főnök, de aki van főnök, az a faterom. Ő mondja ki mindig az utolsó szót, és mindig az van, amit a faterom mond. Hiába én mást gondolok, mást értek, vagy érzek, akkor is az van, amit a fater mond. Viszont ha én olyat mondok, amivel ő egyetért, és elfogadja, és azt mondja, hogy fiam igazad van, akkor elismeri, és akkor igazam van. De ha úgy gondolja, hogy nekem nincs igazam, akkor az nincs igazam. És 99,9%-ig ez mindig így is van, hiszen van múlt, van
van alátámasztó dolog, hogy ami be tudja bizonyítani, hogy igenis igaza van, hiszen mekkora utat járt eddig a hatalom, és ahogy ő gondolkodott, ahogy ő csinálta, az mindig jó volt, hiszen ott a példa, hogy 30 önálló nemet adott ki, van közel 600 saját szerzemény, van 21 nehány arany, van platina, dupla platina, sőt van egy tripla platina lemezünk is, tehát közel 2000 albumot adtunk el, és ez mind nem lenne, ha a közönség nem szeretné, és nem támogatna minket. Csak gratulálni tudok. És ugye megvan a szakmai oldal is, hiszen háromszoros nívódíjasok vagyunk. Magyarországon egyedülálló módon mi kaptuk meg csak eddig háromszor a nívódíjat, ami egy szakmai elismerés. Úgyhogy tényleg roma ember létünkre, roma létünkre ebben a mai nehéz pop szakmában meg tudunk maradni. Úgyhogy egy kereskedelmi tévé sem játsza a dalainkat, egy kereskedelmi rádió sem játsza a dalainkat, mert nekik nincs benne üzlet. Ez az üzlet, ez nagyon megkeseríti a szakmát. Úgyhogy a jogdíjak miatt nagyon el van harácsolva. Tehát van 8-10 zeneszerző, van 8-10 ember, akik fölélik, és nem hagyják létesülni, érvényesülni az embert. És ez nagyon nehéz. Nagyon. Azért vagyok hálás a Nóta TV-nek, hiszen a Nóta TV egy olyan platformot ad az embereknek, a mulatós szakmának, ahol végre meg tudnak mutatkozni. Ez semmilyen más lehetőség nincs, csak a Nóta TV, meg a Muzsika TV, meg van azért még egy pár ilyen hasonló zenei műsor, mint a... Igen, meg az internetes rádiók ott igen, mindenhol. Igen, vagy ami a legnagyobb, az a videó megosztó portál, nem tudom, mondhatom a nevét. Persze, mondhatod. Tehát a YouTube, az nagy segítség, de azon kívül nem nagyon van. Tehát a mulató zenét nem lehet hallani egy kereskedelmi rádióban, nem játszák a videóklipjeinket a zenei csatornákon. Bár erre van igény, és nem tudom, hogy miért erőszakolják meg az embereket. Tehát Magyarország, mondhatom az bátran, szerintem 90%-a csak mulató zenét hallgat, és csak mulató zenét szeret. Inkább, persze vannak, akik másfajta zenei stílus szeretnek, és van az a másik 10%, aki meg utálja. És 90% meg szereti, tehát nem tudom, hogy nekik is az lenne inkább az érdekük, én úgy gondolom, hogy kiszolgálják az igényt. Tehát abban nekik nincs üzletük, ezért nem engedik, hogy szóljon a kereskedelmi rádióba, és nagyon sok olyan előadó van, aki folyik a rádióból, és koncertje meg nem nagyon van. Tehát ilyen évente 8-10 koncertjük van. Még nekünk egy hétvégén, vagy egy Jolinak egy hétvégén van annyi. És ez sem bizáskodás, vagy büszkeség, csak az emberek kíváncsiak ránk. Hiszen ha ő rá lennének kíváncsi, hogy azokra az eladókra lennének kíváncsiak, akkor nekik lenne annyi műsoruk. De ezért nincsen műsoruk, mert nem kíváncsiak rá az emberek. Persze kíváncsiak, csak az a 10%. De mondom, én nem minősíteni akarom őket, mert nagyszerű zenészek, mert fantasztikus előadók, csak én a kész tényeket mondom, hogy még nekünk van mondjuk 8 műsorunk, nekik egy évben van mondjuk 8-10 műsorunk. Néztem a... Viszont nyomják őket a rádiók és a tévék. És kapják a nagyon nagy busás jogdíjat. Hát igen. Nézd már a fellépéseteket, hát az rengeteg. Hogy bírjátok energiával? Hát nagyon nehéz. Ugye a hétvégék azok végig foglaltak. Tehát most 5 műsorunk lesz. 5 műsorom lesz nekem a hétvégén. A családban plusz lesz még 3. Tehát összesen 8. És hétfőtől péntekig pedig forgatunk az Édes Élettel. Ez mellett pedig ugye a mindennapi családi dolgaikat, teendőket látjuk el. És plusz közben dalt írni, szöveget szerezni, videóklipet forgatni, gyereket elvinni karatéra. Egyébként a Csabi fiam 12 éves, már zöldöves karatés. Gratulál. Igen, majd ő lesz a testőröm majd, hogyha ha elnő, meg ő majd zenélnő is, nagy zenei tehetség. Érdekli már a zene? Romóka pedig egyszerűen fantasztikus, tehát mint hogyha a fateromat látnám picibe. Úgyhogy ő a mini Bódi Guszti, így is szoktam néha hívni. Úgyhogy ő lesz az igazi zseni palánca, zenész palánca. Van már valami hangszerük? Mind a családra is oda kell figyelni, ugye szeretetet adni nekik. Tehát az nem jó, hogy elkezdve estig dolgozunk, és nincs szeretet, nem adok nekik szeretetet, nem. Mindig kell hagyni időt a barátokra, kell hagyni időt a családra, mindig kell szállni rá időt. Nem csak a munka és a munka, hiába akármennyire is kielégít engem a munka. Azért fontos a család is, sőt nem, hogy fontos, a család a legfontosabb, és utána jön a munka. Igen. De per pillanat ugye annyira pörög a szekér, hogy nem lehet róla csak úgy leszállni. Persze, hál' Istennek. Persze, így van.
És a gyerekeknek van már valami hangszerük? Valamint tudnak hát játszani? Igazából a roma kultúrának az a fantasztikus sajátossága, hogy nem kell valakinek zenei képzés, vagy zenei hangszer, magától is bármikor tudunk bármilyen hangszert, tehát bármint tudunk hangszert, rosszul fogalmazok, nem igen, bármiből tudunk hangszert csinálni, ez a roma zenei folklór műfaj. Igazából a Csabi fia most kezdett el gitározni tanulni, a bátyám tanítja, aki fantasztikus zenész. A róma ugyan ő még pici, ő még inkább a tánc és a ének. Gyakran szoktuk eljátszani azt, hogy ő egy tehetségkutatóban jön be pont a nappaliba, és hogy ő ott van, és hogy köszöntjük sok szeretettel a bizonyos tehetségkutató színpadán, és akkor elkezd dobogni, énekelni, hát majd föl kellene töltsem egyszer is a Facebook oldalunkra, mert tényleg egy nagyon vicces és nagyon-nagyon-nagyon szerethető dolog. Fel kell tölteni, örömmel várjuk. A következő kérdésem, színpadra lépsz, mint Bódi Csabi, és úgy is, mint Bódi Guszti és a Fekete Szemek. Mi a különbség a kettő között? Előadási mód, vagy kérdés. Nem tudom. Annyi kérdést tettek már föl nekem, amiket eddig föltettél, annak a többsége már megkérdezték tőlem, de még ezt nem. Ezt nem? Ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen. Végre egy olyan kérdés, ami még nem volt. Ez nagyon jó kérdés. Gratulálok. Köszönöm. Igazából, ha Bódi családdal lépek fel a színpadra, ott ugye megvan a helyem a csapatban, hogy kinek. Tehát mi tudjuk, hogy kinek mi a szerepe, kinek mit kell tennie. Tehát mi úgy vagyunk, mint egy svájci óra, hogy mi így vagyunk egészek. Tehát én nélkülem nem lenne így a Fekete Szemek, tehát Bódi Guszti és a Fekete Szemek, anyukám nélkül sem lenne olyan. Tehát fogaskerekekre szükség van még a legkisebbre is ahhoz, hogy jól működjön ez az óra. Igen, igen. És nekem is megvan a szerepem, és az attól működik így jól. Viszont, ha én magam vagyok a színpadon egyedül, ott csak én vagyok minden. Tehát ott nincsenek, nem számíthatok a apukámra, nem számíthatok anyukámra, vagy a bátyámra, ott magamnak kell mindent megoldjak. Úgyhogy, de azt is nagyon élvezem, nagyon szeretem, ott tudok igazán önmagam lenni, hiszen ott egyedül vagyok a színpadon, és csak magamra számíthatok. Ha családdal megyek, ugye, ott is önmagam tudok lenni, de ott alkalmazkodnom kell a többi partneremhez, vagyis a családtagomhoz, és őket elősegítve kell a produkciót az egekig emeljem, ami szintén nem okoz nekem nagy problémát. De a kettő nagyon más, igen. Ez nagyon jó kérdés. És meg se tudtam úgy fogalmazni, látod? De az előző kérdésekre milyen jót tudtam. Ezt nem tudtam olyan jól megfogalmazni, de remélem értetted. Persze, és a kedves hallgatók is értették, hogy próbáltam ezt megfogalmazni. Persze. A dalokat, amit énekelsz, az saját szerzeményed? Ez is nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy nagyon nagy többsége igen. Hát vagy úgy van, hogy én írom a zenét is és a szöveget is. Van úgy, hogy a zenét én írom, a szöveget édesanyukám. Van úgy, hogy a zenét a faterom írja, a szöveget én. Például, mint A Két Zsivány című számomra egyik legkedveltebb dalom, például azt a dalat azt a faterom írta, a szöveget pedig én. Uh-huh. Most például az Amore Mio című dal, az pedig egy külföldi úriember írta, egy külföldi szerzeményt, és én írtam rá egy magyar szöveget. Igazából nagyon nehéz volt ez a dolog, mert anno, amikor én elkezdtem az együttesben zenélni, én is mindig írogattam dalokat. És rájöttem, hogy sikeresebb vagyok szövegíróként, mint dalszerzőként. Például az édesapukám, ő szövegbe és dalszerzésben verhetetlen, Magyarország legjobb dalírója. Anyukám szintén, de inkább ő is inkább szövegben erős. Én viszont 90%-ig szövegben vagyok erős, és 10%-ig dallamban. Például a Dolce Vita című szerzeményünket, azt megírtuk a Jolival már közel 3 éve a Dolce Vita megjelenése előtt. Uh-huh. És egyszerűen nem jött rá semmilyen ihlet. És egyik este azt csináltuk, hogy a Jolival egy határidőt tűztünk ki, hogy ennek a dalnak meg kell, hogy legyen ekkor és akkor. És amikor kitűztük a határidőt, aznap este írtam meg rá ezt a Dolce Vitát. Megvannak a vázlatok, hogy teljesen merőben más szövegek és más rímek voltak erre a dalra. Aztán egy nap alatt, 5 perc alatt, tehát azon a napon 5 perc alatt írtam meg ezt a Dolce Vita szöveget,
ha jön az ihlet, akkor jön, de van, amikor három évig nem jön. És van még két-három olyan dolog, ami 5-6 év ott porosodik a fiókba, és egyszerűen nem jön rá az ihlet, nem jön rá a dal. Hiába próbálok leírni a szöveget, nem passzol hozzá. Egyszer meg lesz az is. És ezt az Amore mióta zuhanyzás közben találtam ki. Olyan jó kedvem volt, jó idő volt, és egyszerűen bekattant, hogy Amore mió. És akkor úgy, ha megvan a szál, akkor abból ilyen izgalmas. Egyébként próbál majd ki, hogy írjál egy dalra egy szöveget. És olyan izgalmas, hogy elindulsz egy szálon, elindulsz jobbra, hú, az nem jó, akkor elindulsz balra, na az jó. Mint egy ilyen kiút egy labirintusból. Uh-huh. Rakd össze, hogy válik szép kerek egészítés. Uh-huh. Nagyon fantasztikus érzés alkotni. Ez a mindenem. Tehát például hálát tudok a drága Jóistennek is, és a kedves közönségnek, hogy tényleg alkothatok és elfogadják az alkotásaimat, és szeretik, és nagyon érzés, amikor visszahallom ezt, ahogy éneklik a műsoron, és a csodás életem van, és nagyon szépen köszönöm tényleg a kedves közönségnek. Például előttem kívánság műsor volt, és hallottam, hogy kérték az egyik új dalodat, ezeknél a cigányoknál buli van, vagy mi is a pontos címe? Igen. Már kérték kívánság műsorba. Igen, már 900 ezernél jár a nézettsége 4 hónap alatt, és tényleg ez fantasztikus érzés. Tehát alkotok valamit, ami tetszik az embereknek, és még nem hogy tetszik, hanem sláger lesz. De azt tudni kell őszintén mondani, hogy ez a dal, ez sajnos nem az én szerzeményem. Ez egy roma származású ember szerzeménye, viszont én kerettem ahhoz, hogy ebben a köntösbe is ilyen stílusban, ilyen minőségben csináljam meg, feldolgozzam, és így lett igazán a sláger. Mert ahogy ő csinálta, az ilyen szinti alapra énekelte rá, és ugye nem olyan nagy a YouTube nézettsége. Viszont nekem nagyon tetszett ez a dal, és tudtam, hogy ebből többet ki lehet ebből a dalból hozni. És megdolgoztam, átdolgoztam, írtam rá egy kis szöveget, átsegítgattam, belejavítottam, egy-két helyen más harmóniát hittem bele, raktam bele egy ilyen kis rebbetétet, ahogy te is hallottad, hogy abszolút ilyen fiatalosra vigyem a stílust, és ennek köszönhetően lett élet fantasztikus sláger, viszont ha az úriember nem írja meg, akkor én nem tudtam volna előadni, hiszen ő neki kellett ezt megírja, úgyhogy ezután is köszönöm a Peszi Fiú Kandisnak ezt a és mi is köszönjük neki. Megírta. Úgyhogy köszönjük neki. Egyébként Michael Jacksonnak is van egy R. Kelly című, illetve előadó, aki írt egy dalt. És nem ő adta elő ezt a dalt, de egy nagyon híres, neves R&B előadó, hanem odaadta Michael Jacksonnak. Mert tudta azt, hogy azt a dalt igazából Michael Jacksonnak illik, és ő tudja ezt világra vinni, világsikerre. És úgy is lett, Lisa Marie Presley-vel szerepel a videóklipben, és fantasztikus láger lett. Ő egyedül nem tudta volna ilyen nívós tanulni. Mert ez is valami hasonló, nem akarom magamat Michael Jacksonnak hasonlítani, nehogy kérdés. Csak egy példát mondtam, hogy szegény Andris nem tudta volna ezt így ilyen slágerre, ilyen nívóra vinni. Ahhoz kell egy olyan íz, vagy kellett egy Bódi Guszti, meg egy Bódi Csabi, hogy ezt így meg tudjuk hangszerelni. A bátyámnak meg föl kellett felgitározza ebbe a stílusba. A bátyád mi énekel? Tehát ezt a köntöst, ezt csak mi tudjuk. Aha. Ezt a köntöst, ezt nem tudja senki. Tehát van egy köntös, amit én ráadok a dalaimra, ezt a köntöst nem tudja senki más ráadni, csak én, vagy a bátyám, vagy a faterom. És ezért nehéz. Meg a Jolly, hát a Jolly ő a király. Hát igen. A bátyám miért énekel olyan keveset? Azért, mert ő szerényebb, visszafúzódóbb, ő inkább a szakmai háttérben van, nagyon jelen. Sokan nem tudják, hogy ő a hangszereléseknek a 90%-áért ő felel, úgyhogy ő zeneileg van nagyon toppon, és inkább ő a háttérből veszi ki a sikereit. Olyan, mint egy dobos. Van egy rossz zenekar, a dobos az, akire a legkisebb reflektorfény marad, inkább a szóló énekes, utána jön a gitáros, a basszusgitáros, és a szegény dobos az maradt ki a legvégén, pedig ő a legik legfontosabb, hiszen ha nem jól jön a ritmus, nem jól jön a dob, akkor az egész össze-vissza megy. Ez is ilyen hálátlan dolog, hogy a bátyám kicsit háttérben van, de hát ő így szeret, ő ezt szereti, neki ez a jó, hogy egy kicsit háttérben van, mindig úgy kell noszogatni, hogy énekeljen, aztán két-három évente sikerül, hogy rávegyünk, hogy énekeljen egy dalt,
van, amikor ő ír egy dalt, és megcsináljuk, és úgyhogy most ideje lenne már neki is valami új slágerrel, új dalal elő. Pedig nagyon jól énekelő is. Igen, és nagyon-nagyon imádják, és nagyon-nagyon szeretik. Pláne az életem csak te vagy, ez egy igazán nagyon-nagyon nagy slágerre sikeredett. Igen, az igen. Is például úgy jött, hogy egy dal hiányzott a albumról, és a Fater nekiáltott a stúdióban, amikor volt egy kicsit gitározni, mert azt tudni kell, hogy a Bódi Gusti az fantasztikus gitárosám. Tehát ő 14 folklor lemez adott ki az aranyesős lemez előtt, ami mindegyiken ő gitározott. Tehát ő fantasztikus gitáros. Ezt nem tudtuk. Csak amióta a bátyám ugye felnőtt, és már ő gitározik, akkor már legyen ez az ő szerepe. Mert hát igazából nem is tudhatna most már jól szerintem a Faternak a gitár a kezében, de a Kaszasóban egy másfél-két héten ezelőtt megmutatta a tehetségét is, ott a Kaszal énekelt az időben az aranyeső. Úgyhogy nagyon jó volt. Szóval tehát a bátyám azért van egy kicsit a háttérben, mert ő visszafogolja magát, és nem szeret annyira reflektorba lenni. Pedig nagyon imádják, főleg a csajok, mert tőlem meg vannak össze. Igen, sokat szoktuk játszani, de látom, van a gigoló? Még azt? Igen, például, igen, a gigoló, ez egy román dal például, azt a Nikolaj Gutta Romániában vitte sikerre, és több magyar mulatós előadó feldolgozta, tehát, mint mondtam, a köntöst azt csak mi tudjuk úgy rárakni, hogy eladható legyen. És tényleg nem bántásként mondom, vagy nem lejárni akarom a többi előadót, csak tényleg mi tudjuk azt, hogy így megcsinálni úgy, ahogy más embernek ezt tetszik. És inkább úgy mondom, széles körben elfogadó. Értjük. Remélem, nem mondtam nagy hülyeséget. Nem, értjük. És közben van egy hallgatótól kérdés, vagy is több is. Benne Melinda kérdezi, hogy milyen érzés, Csabi, hogy szüleid is ilyen jó énekesek, és sokan szeretik őket. Ez is egy nagyon jó kérdés, köszönöm a hallgatónak, hogy ezt feltette. Hát hálás vagyok a drága jó Istennek, hogy Bódi Gusti és Bódi Margó lehet az én anyukám, hiszen ettől jobb mentort nem is kívánhattam volna magamnak az életben. Tehát most én elmegyek a stúdióba énekelni, és Bódi Gusti van a tükör, illetve az üveg másik oldalán. Én úgy gondolom, hogy erre körülbelül Magyarország mulatmos zenei szakmájának a 90%-a így. Hogy, tehát mennyi ember örül annak, hogyha Bódi Gusti mondaná meg, hogy figyelj, itt egy kicsit lágyabban, itt nyugodtan told meg, egy kicsit erősebben, vagy aki tudna ezt a hangszerelést neki biztosítani. Tehát tényleg fantasztikus érzés, és tényleg bármerre megyek az országban, mindenhol csak dicsérik az én szüleimet, és nagyon-nagyon-nagyon jól esik, nagyon-nagyon jó érzés, már anyukámat a szeretetéről és a kedvességéről. Igen. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon nagy köszönetet adok a Jóistennek, hogy ők az én szüleim. Tehát hálás is vagyok nekik, és mindenben támogatom és segítem őket. Hiszen megérdemlik. Így van, meg nagyon-nagyon-nagyon megérdemlik. Újvári Pálné Marika kérdezi, hogy igaz-e, hogy mikor édesapád beteg lett és megláttad, nagyon összeomoltál? Hát ez nem nagy dolog. Tehát nagy dolog, de nem olyan nagy dolog, ami tehát nem olyan nagy, nehogy is fogalmazzam, ez a kényes kérdés. Tehát nem olyan tett tőlem, ami olyan kirívó lenne, hiszen minden egyes gyermek, ha aki ilyen helyzetben van, vagy volt, az ugyanezt tette, tehát összeomlik belülről. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy megmásztam a Mount Everestet. Tehát ez az, hogy ez így történt, minden egyes gyerek így érezne. Tehát nem kívánom senkinek, tényleg így történt, nagyon összeomoltam. Ha Isten őriz, akármilyen nagy probléma lett volna, én nem is tudom, hogy éltem volna túl. De hál' Istennek túl vagyunk ezen. A gyerekek nagy erőt adtak akkor nekem, meg én is nagy erőt sugároztam. Most lehet, hogy ki lehet nevetni, így az éteren keresztül pozitív kisugázást, meggyógyulsz, minden rendben lesz, ne aggódjál. Igen, és egy ország izgult érte. És egy ország imádkozott érte, igen. És sikerült felépülnie, és nagyon sok dalt, és nagyon sok jótékonysági rendezvényen vettünk részt. De a legutóbb a Pilisi Gyerek Otthonban voltunk, sőt, aztán pont tegnap volt ez az édes életben, és 11-nány évvel ezelőtt is voltunk ugyanott, és tök jó érzés volt, hogy azok a gyerekek, akik akkor 3-4 évesek voltak, most már 2-5 évesek lettek, és hozták magukkal a közösen készített fotóinkat. Úgyhogy
megháláljuk ezt a Jóistennek, hogy visszaadta a apukámat, és nem vitt el magával. Úgyhogy igen, megomlottam, összeomlottam, de hát minden gyerek így érez, vagy minden, igen, minden gyerek így érez a szüleirán. Nem? Te hogy gondolod? Igen, igen, én is így mondom, persze, ez hát természetes. Ez nem egy olyan kirívó tett volt az én részemtől, ez bárki, bárki. Sőt, sajnálom van, aki hiába mindent megtenni, mégis menthetetlen, és az meg még rosszabb. Úgyhogy nagyon hálás vagyok tényleg. Az én szívem tele van hálával és szeretettel, amit várok, hogy is beározzam a kedves emberek. Egy mosoly semmiben nem telik. Van úgy, hogy megyek az utcán, és jön velem szembe egy szomorú hölgy, vagy egy bácsi, és rámosolygok, belenézek én a szemébe, és elmosolyodik. És akkor lehet, hogy ezzel, ez semmi, ez ingyen van, ezzel nem tettem semmit, de lehet, hogy a napját egy kicsit boldogát tettem, legalább ha egy 5 másodpercet, de akkor is. Igen, én tapasztaltam. Mi azért vagyunk, hogy az embereknek örömet és boldogságot szerezzük. A Jóisten minket azért küldött erre a gyönyörű földre, hogy az embereknek boldogságot és örömet adjuk. Igen, én tapasztaltam ezt a mosolygást, a Békés Csabán ott találkoztunk egy jó hónapja. Nagyon-nagyon siettél, és volt pár kedves szavad, megálltál 5 percre beszélgetni, fotót készítettünk, úgyhogy tényleg azt kell mondanom. Én sem akarok bántani senkit, de a Jolin kívül én voltam az egyedül, aki tényleg oda mentünk a közönséghez, és tényleg 5-10 perc, nem is tudom mennyit, de ilyenkor az idő az relatív, Einstein mondja, hogyha az ember jól érzi magát, akkor gyorsan telik, ha rosszul, akkor lassan, és nekem nagyon gyorsan teltődött, fotózkodtunk, dedikáltunk, annyit tudtam eljönni onnan, de sok fellépő volt ott is, aki rohant. Igen. És sőt, pedig ezt nem kéne. Sőt, még a színpadon még beszéltél is hozzájuk, még rátszóltak, hogy idő, hogy ne beszélj. Igen, igen, hajtottak minket, mint a hogy is szokták ezt mondani, mint nem jut eszembe a szavásra, nem mindegy, el akarok menni. Szóval, most nem jut eszembe a szó. Nekem nem, se, nem, de gondolom, mit akarsz mondani. Egy közmondás rá. Amikor a fotószalagon tudod, gyártják, jönnek egymás után a fellépők, igen, és azon személytelen. És amikor én fölmegyek a színpadon, én szeretek az emberekkel kommunikálni, hiszen de nem arról szól az egész, hogy fölmegyek a színpadon, és hát most fogadjátok a nem tudom milyen albumról, amit akkor írtam, amikor megmásztam a Mont Everestet, és közben, amikor a nem tudom milyen lepáli, nem tudom törzs, tehát én nem akarok valami hatalmas nagy dumát, szalonna, kolbász, pálinka, zsíros kenyér, ez vagyok én. Nem, nincsenek ilyen nagy szavak, meg semmi. Egyszerű, paraszt, vidéki, doma, paraszt, sávó vagyok, és szeretek az emberekkel kommunikálni. Itt nincs büszkeség, nincs biztonság, nincs megjártás, és szeretek, igen. És hiába sürgettek, na, eltéltem a tárcot, hiába sürgettek, ettől nem tudok úgy színpadra állni, hogy ne kommunikáljak az emberekkel, ne mondja szeretjét, folyént, ne üdek bele ilyen geget. Színpadról lejövök, akkor nem menjek oda az emberekkel fotózkodni, dedikálni. Mert nekem szükségem van az érintésükre, hogy megérítsem őket, hogy átüleljen őket, hogy csináljak velük fotót, írjak nekik, mosolyograf. Te is látod, végig mosolyogtam. Hiába nagyon fáradt voltam, mert az volt a harmadik műsorom, de akkor is nem tettem azt meg, hogy befizetik a drága a belépőjegyet, és azért, mert nekem rossz napom van, azért ne álljak az ő rendelkezésükre. Volt olyan, hogy a malacukat adták el, és most nem az időt, malacukat eladták azért, hogy vonattal át tudjanak jönni 40 kilométerre, akkor hol jövök én ahhoz, hogy én azt hogy bízda legyek, meg megjártam magamat. Isten meg, a jó Isten meg is verne engem, ha ez így lenne. Nem, oda mentem mindenkivel végig, fotózkodtam, dedikáltam, mint a Zoli is, és sokan, akik aznap még feléptek, ők rohantak, és nem áldoztak 5 percet a kedves közösségre, pedig befizetnék a drága belépőjegyet. Igen, igen, ezt tanúsítom, ez így volt. Nem mindig is így van. Van még egy kérdés Újvári Pálné Marikától, hogy Csabi, úgy tudom, hogy nem sokára lesz az esküvő Ginával. Nagy lakodalmat tervezel? Hát, kedves Marika, sajnos nem vagy jól értesült. Én már a Ginával összeesküdtem 7 évvel ezelőtt, a hagyományok szerint is, és a magyar törvények szerint is megtörtént 7 évvel ezelőtt. Március 22-én van a roma házasság évfordulónk, és augusztus 22-én a nem roma. Tehát én magyar embernek tartom magam elsősorban, és a nemzetiségem pedig roma. Ha megszólal a magyar himnusz, akkor könyvbe lábad a szemem. És nagyon rosszul esik, amikor azt mondják, hogy azt írják a kommentekbe,
meg ezek a jobbikosok mondják, hogy takarodjunk cigányoknak, stb. Stb. Nekem ez a hazám. A felmenőim több évszázadban visszamenőleg itt születtek. A második világháborúban ugyanúgy harcoltak az én felmenőim. Én is ugyanúgy adófizető állampolgár vagyok, tisztességesen. Soha semmilyen bűncselekményem, még egy szinte egy gyorshajtásom se volt. Tehát tisztességes embernek érzem magam. Na, elkezdtem a tárkod, az anélk, hogy azt akarom mondani, hogy fontos nekem a magyar törvény, és ezzel is meg is házasodtunk rá fél évre. De a kérdésre válaszolva, nem én fogok megházasodni, hanem a bátyám. A bátyám fogja elvenni a vága sógornőmet, a Addikát, feleségül. Ők is már 7 éve megházasodtak a roma törvények szerint. Aztán annyi munka volt, hogy nem volt idejük elmenni egy polgári feltartásra. Na most ez meg fog történni. Nem egy olyan nagy dolog, mi a roma törvényeket tartsuk előtérve, tehát az a házasság, azt a házassági fordulót tartjuk meg. De persze megtartjuk a másikat is, de a több. Tehát a házassági évforduló, akkor a március 22. A március 22. Na, kedves tehát Marika. Tehát a bátyám fog megházasodni majd nem sokára. Na, és nagyot tervez? Az igazság, hogy ugye a roma esküvők azok nagyok. Nálunk a polgári szertartás úgy zajlott, hogy voltunk egy 30-35 egy étteremben, ott elmulatoztunk. A roma esküvőnél meg 250 nem voltunk. A bátyáméknál is volt ugye egy nagyszabású rendezvény. Most a polgári szertartásnál szerintem szintén egy 20-30 fő lesz. A szülők, az örömszülők, ugye, úgyhogy meg a Bódi Picora. Bódi Picora, kutyusuk, egy csivava, és az az ő családjuk. Hát remélem jó lenne, ha tudnának összehozni egy másik unokát is, egy unokaöcsöt, ráférne a család végülés. Hány unoka van? A szüleidnek hány unoka van? Öt. Összesen 4 unokájuk van. 2 nekem, 2 a bátyámnak, de hát ugye jó lenne még egy kicsit. És közben van egy üzenet egy hallgatótól, Kovács Zoltán. Én úgy tudom, hogy ő is zenész. Azt írja, hogy köszönöm Csabi, nagy igazságot mondtál, tényleg így van, hogy mások dalával rukkolnak elő, és aratják a pálmát. Aki meg tehetséges, és saját dalokkal rendelkezik, annak nem adatik meg sajnos az anyagi körülményei véget. Nem mutassa tehetségét, tisztelet a kivétel. Ezt még az előző beszélgetésre írták. Igen, akkor itt. És abszolút igaza van, és sajnos hiába van mondjuk egy Kovács Zoltán tehetség, hogyha jelentkezik az ilyen mindenféle tehetségkutató versenyekre, viszont a zsűri úgy gondolja, hogy külső adottságaik nem megfelelőek. És sok olyan tehetséggel találkoztam, akik fantasztikusan... Hoppá! Én szerintem a Csabi lemerült. Biztos vagyok benne, hogy lemerült a telefonja, mert előtte beszéltük, mielőtt bekapcsoltam, de én úgy gondolom, még utána járok, addig zenélünk egyet. A következő dalnak a címe mi is legyen. Boldog vagyok, az a címe. Boldog
keret vert minden részen. Kinyílhatnak a virágok, ha visszajönnének az álmok. És itt vagyunk újra, itt a Csabi is. Itt vagy, Csabi? Igen, igen, elnézést kérek a kedves hallgatóktól. Véletlenül a fülemmel kinyomtam a készüléket, én új érintős, és annyira beléltem magam, amit a Kovács Zoli írt, hogy egyszerűen átadtam magamat a kérdésnek. Semmi gond, hát így mi is szoktam. Összegezve a lényeg az, hogy igaza van a Zolinak, sok tehetség van itt Magyarországon, szerintem a legnagyobb tehetségek. Tehát Európában nézzük, szerintem 90%-a tehetségeknek itt van Magyarországon erre, és 10%-a többi országokban. Annyira tehetségesek vagyunk a magyarok. Van egy kérdés, Bende Melinda kérdező, hogy milyen a kapcsolatod a Bunyós Pityúval és a Jó Laci Betyárral? Hát egyszerűen imádom őket. Eszem iszom Dínom Dánon felvételre nagyon sokat szoktam járni, és nagyon is imádok is járni, hiszen olyan műsor, mint az Eszem iszom, nincs még egy. Tehát vannak ilyen klisé műsorok, na de ez nem az. Annyi kaja, ia, a jókedv, a humor, a víz, a poén, a vérszívás. Hát szerintem imádok ott lenni, hát a legnagyobb. Kéne minden, ha tehetném, minden nap mennék hozzájuk. A Laci Betyár nagyon jó fej, nagyon jó szívű, a szívét, lelkét odaadja neked. A Pityú meg állandóan ugratja az ember, állandóan szívja a vérét. Ez szerintem fantasztikus. És nem mellesleg, én úgy gondolom, hogy nagyon nagyszerű zenészek, sikerült odájutniuk, ahova el szeretett volna jutni, és a Pityúnak is vannak most már saját slágeri, a Lecsó, hát az egyszerűen a Lecsó kolbász, hát ez fantasztikus. Remélem, majd Jászlám adja légy szíves a kedvemét, majd hogyha jó lefog. Ez az egyik kedvencem, úgyhogy imádom, nagyon jó fej, baráti, viszonyunk sajnos, ők is nagyon sokat dolgoznak, vagy hál' Istennek is nincs idők összeúrani, hétköznap összebújni, kicsit blokkízni, kártyázni, hűlni, folyékodni, és ilyenkor kiéljük magunkat a tévéműsoron, amikor találkozunk, akkor kiéljük, beleéljük magunkat, és amikor 3-4 hetes hiányunkat, azt kiéljük ott egy 2-3 óra alatt, és olyan nagy őrületek szoktak lenni. Tudom, most elvettem a gitárt is, és ott gitároztam, pedig nem szoktam, soha egyetlen egy tévéműsorban nem gitároztam, de most a legutóbbi Eszem iszom Dínom Dánon felvételem, még gitárt is ragadtam, annyira jól éreztem magam. Na és ezt mikor azt nem fogjuk látni? Nem tudom, hogy mikor fogják leadni, de kell nézni a Móta Fénit, és akkor nem van, mikor. Szoktuk. És akkor a Pityú éneki, a Laci Becker éneki, valamelyik volt, most nem is jutott, hogy melyik, és közben ott hátul kísérem, és tényleg fantasztikus lesz. És közben, te nem vagy gép közelben, ne tudom, nagyon-nagyon sok fotót raktak ki rólad a hallgatók. Na, milyen? Meg a szüleidről. Amik készültek, gondolom, ami az interneten fönt van, nagyon-nagyon sok. De erről jongokkal készült fotók? Nem. Egyedül vagy, nem? Anyukádékkal, a szüleiddel, ha? Színpadon. Igen, van olyan egy-kettő is, hogy rajongó. Például én velem. Igen. Szabad időt, hogy szoktad tölteni?
szintén olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy áldom a drága Jóistent, hogy a hobbim, a munka, amiből meg tudok élni, az a hobbim. És ezt az életet a közönségnek köszönhet. Tudom, hogy már nagyon sokat megköszöntem nekik, de nem tudom elég szeretni megköszönni nekik. És a szabad időm, nekem a kikapcsolás az én munkám, hiszen a hobbi az egy kikapcsolódás, és egyszerűen élvezem ezt. Tehát nem tudnék máshogy élni, egyszerűen ezt élvezem csinálni, ezt szeretem, nekem erre van szükségem. Ez az én drogom, kiválasztóva. Uh-huh. És ha zenét hallgatol szabad időben, mit szoktál? Ho-ho-ho, hát George Benson, ilyen jazz zenét szoktam, az szokott engem nagyon megnyugtatni. A Jolit szoktam hallgatni, a Bunyós Pityút, Laci Betyát. Érdekes, nem? Tehát egy George Benson jazz hogyan össze egy Bunyós Pityúhoz, de hát én minden evő vagyok. Mm. És a Jadon Andreát is szoktam hallgatni, operát, tehát főleg operettet is, tehát főleg ilyen minden evő vagyok, de főleg nagyjából mulatos zenéket hallgatni. Inkább amikor megyek a egyik felépésre a másik, hogy gyorsabban feljen az idő. És én mezetek. Más stílusban nem szeretted volna még kipróbálni magadat? Igazából, ha meghallgatod a zenei munkásságomat, mondjuk úgy 3 évre visszamenőleg, és onnantól mindig az aktuális dalomat elővesszük, amit 2-3-4 havonta kiadtam, akkor mindegyik dalom más. Tehát én ügyeltem arra, hogy egyszer egy kicsit reggaetonosabb, lassabb, akkor például legyél szerelmes belém. Uh-huh. Akkor utána jött az ezeknél a cigányoknál buliban. Az pedig ugye egy igazi mulató 180-as tempójú gyorsdal. Akkor most jött ez a Amore Mio, ami olyan, mint a Dolce Vita, ahhoz tudnám hasonlítani. Szóval mindig megújulok zenében, és mindig nem csak ezt a mulatós műfajt viszem. Igazából a mulatós műfajon belül is vannak kategóriák, és mindig változtatom, hogy ne legyek unalmas. Tehát ez a fekete-fehér, ez nem jó. És hol színes, hol fekete, hol barna, hol vörös, hol sárga. Úgyhogy mindig próbálok más. Például most lesz egy másik dal, amit már megírtam ki, és is lett fel is lett énekelve, elő is lett adva a Jó Leci Betyáréknál. A címe a Lotto. Az is teljesen más. Tehát teljesen merőben más lesz az Amore Mio-tól. És ez mikor? Hát várok még egy 2-3 hónapot, míg ez a Amore Mio dal kezd beérni, és utána forgatunk egy klipet ebből a Lottóból, és akkor gondolom egy 3 hónap múlva, hát nem is tudom. Uh-huh. Viszont a szüleim is, a paterom is csinál most új dalokat, a szerelőnkép, azt is is. Na, azt is nagyon. Olyan fantasztikus és szuper slágert írt most a pater, hogy nem tudom, hogy csinálja az öreg, de mindig. Megcsinálni, és mindig olyan tuti nótát, még olyan tuti slágert, mint mindig, hogy irigylést nem értem. Hát ez biztos, én már előre látom, hogy nagy siker lesz az is. Hát, bízunk benne. Nem hiszed el, hogyha azt te tennél föl nekem egy kérdést most, hogy melyik az a dal, amit nem szeretsz? Nincs olyan. Mind jó. Igen? Igen, igen. Mert a tied is, a sajátod is, meg a fekete szemeké is. Mind szeretjük. Én is, és a hallgatók is. Vannak olyanok, amik nem úgy sikerettek, ahogy mi ezt elképzeltük, vagy ahogy mi elterveztük. És vannak olyanok, ami olyan dolog, amiben nem hittünk annyira, és mégis az lett a sláger. Érdekes, mindig a közönség dönti el, hogy melyik a sláger, nem én, vagy nem a művész. Tehát a művész alkot, és nem énkedhet abba, hogy sikerülni fog valami olyan jót létrehozni, ami sikeres lesz. Egy példát mondanál? Hogy melyik az, amire nem gondoltátok? Hát, nem szeretnék most így, mert mindegyiket szeretjük, szokták mondani kisésen, hogy ők az a mi gyermekeink, és ugye egy apa nem tud rosszat mondani a gyerekéről, de sok olyan, például az aranyeső, nem gondoltuk, hogy ekkora siker lesz. Tehát mi jobban hittük azt, hogy a szeretlek-szeretlek az lesz akkora sikerű, mint az aranyeső. És szeretlek-szeretlek is nagy sláger, meg nagyon-nagyon imádják, meg szeretik. Tehát ugye az aranyeső magasan lepipálta azt a dalt. És ha megnézzük azt az albumot, melyik volt az első dal az albumon? A szeretlek-szeretlek. Uh-huh. Melyik volt az utolsó dal az albumon? Az aranyeső. És mégis az aranyeső volt a tutibe. Uh-huh. Csak egy... Kedvenc dal nekünk is, itt a rádióban is. Igen.
Én kíváncsi leszek, hogy meddig lesz sláger. Tehát remélem, hogy mint a Kósa. Szerintem mindig. Zongoránál, tehát 55 éve már sláger. Tudom benne, hogy mikor én leszek mondjuk annyi idős, mint a Kós, mondjuk 80 éves vagy 70 éves, lesz még akkor is ilyen sláger. Így van, szerintem. Tudom benne. Közben jött egy fénykép elém, ahol főzöl. Szoktál főzni? Ha. Házban vagyok, vagy kint a szabadban? Házba. Hát akkor, ha házban van, akkor az a halatortán. Azért tudom ennyire pontosan, mert életemben háromszor főztem. Kétszer a házban, egyszer a szabadban. És tudtam, hogy csak akkor készülhetett a fogadalom, mert soha életemben nem főztem, az az asszonyok dolga. Mind a kettő, tehát mind a háromszor egy kereskedelmi csatorna főző műsorában főztem. És úgyhogy igen, főztem. Nem nagyon szoktam főzni. Inkább a feleségemre főzöm, aki van. És mit főztél? Ki segített benne, hogy hogy kell ezt megfőzni? Hát természetesen a feleségem, aki fantasztikus háziasszony, fantasztikus anya. Tényleg nagyon, nagyon szeretem és csodálom őt. Nem is tudom, hogy hát Isten megáldott engem nagyon sok szerencsével. Úgy látszik, háromszor álltam sorba, mert kellett egy olyan társ mellettem, egy partner az életbe, aki támogatja az én életemet és segít minden egyes lépésemben. És jókat főz. Úgyhogy a főzésnél is így volt, hogy amikor volt a főzés, akkor szintén segített ezzel. Külön laktok, vagy együtt a szüleiddel? Külön lakunk külön. A szüleimmel, úgyhogy én fantasztikus üzletember vagyok. Most tényleg szerintelenség nélkül mondhatom, tehát én a 20-as éveim elején, a 10-es, illetve a 18-19 éves koromban, amikor elkezdtem úgymond pénzt keresni, akkor én nem a diszkóba, a drogra, a nőkre, az éjszakázásra költöttem minden pénzemet, hanem befektettem, és más dolgokba raktam bele. És kiszámoltam, most elköltök pár százezer, pár millió forintot így az éjszakázásokra az évek alatt, az befekteti az ember, és tudja fiatatni, kamatoztatni. És most milyen jött az a pénz? Amikor családi házvásárlásra szorult az ember, igaz, hogy hitellel, de akkor is sikerült vegyek egy családi házat, én is beugrottam ebbe a svájci frankos dologba, tehát Magyarország 90%-a én is fizetem a hitelt, de hát hogyha akkor elészakázom meg eldorbézolom, akkor még ez se lenne. Csak de... gyerekeknek nem tudnék egy szép családi házat. Persze, de ez még attól az is, azért is, hogy jó nevelésben részesültél. Igen, a szüleim fantasztikus nevelésben részesítettek, ezt őtőlük is örököltem. Ők nyáron elmentek plusz harmadik műszakot vállalni azért, hogy a harmadik műszak árából megvegyék télire a fát. Tehát nyáron azért dolgoztak, hogy télre meglegyen a téli tüzelő, hogy mi ne fagyjunk meg. Még sok ember, sok főleg roma, ahol nem volt gáz, nem vidéken, meg ecseden, ők megfagyoskodtak. És jöttek hozzánk fát kérni kölcsön. És akkor nem tudta anyám azt mondani, hogy nem ad kölcsön neki egy fát, hogy a gyerekeknek tudjon meleg tüzet melegíteni, meg legyen meleg a házba egy kára neki. Igen. Bizony. És akkoriban divat volt a 5-6-8 gyerek egy családban, az én szüleim két gyereket vállaltak be. Tudták azt, hogy két gyermeket tudnak tisztességgel, becsülettel felnevelni, és tanítani. És így is lett. Tehát tényleg mázlim volt. Én voltam az első, illetve a bátyám volt az első gyerek az óvodában, Nagyecseden, akit megengedtek roma származású gyerek. Mert olyan tiszták és pedásak voltunk, hogy azt mondták, hogy mehetünk. Mi voltunk az első. És ez sehol nem hallatszott még el a médiába. De tényleg mi voltunk az első óvodába járó roma gyerekek Nagyecseden. Messze laksz a szüleidtől? Hát egy olyan 2 kilométer légvonalban, autóval 3 kilométer. Minden nap átmegy hozzájuk, találkoztak? Természetesen, de nem csak én, hanem a drága feleségem is, hiszen a roma hagyományok szerint a menyek szoktak segíteni anyósnak, és segítenek neki a háztartási munkában, úgy, ahogy majd, ha az én fiaim hoznak ide két nagy, akkor ők is fognak segíteni a feleségemnek, takarítani most a főzőt. Ez nekik nem munka, ez nekik kikapcsolódás, szorakozás, bármennyire hülyének is, hülyeszőnek is hangzik, amit mondok, de ez tényleg így van, mi nálunk, a mi családunk az a jellemző, hogy ez nem munka, hanem egy passzó, egy szórakozás. Egymásnak segítünk. És közben megnézem, hogy vannak-e kérdések a hallgatóktól, nem látok újat, csak a sok fényképet egyre több.
ha gép közelébe jutol, majd nézd meg a sok fényképet, amit kiraktak az SMISZOM Dinum Dánum csoportba. Rendben. Most ha le is tettük a telefont, rá is fogok menni, és megnézem. Van-e olyan, amit nem kérdeztem, és el szeretnéd mondani még a hallgatóknak? Hát igazából nézzék az Amore Mio című dalt, osszák meg a Facebook oldalukon, minél több emberhez el tudjon jutni, és kívánok mindenkinek nagyon-nagyon sok boldogságot az életben, de főleg egészséget, és nem ártana egy kis pénz sem, úgyhogy azt is kívánok még mellé. Erő, egészség, és csak pozitívan gondolkodjanak, és próbálják meg, ahogy édesanyám szokta mondani, minden rosszban meglátni valami jót, és akkor boldogok lesznek az életben. Így van. Nagyon ezt szépen. Legyenek boldogok. Nagyon szépen köszönjük, és nektek is kívánok jó egészséget, és további sok-sok sikert, és nagyon sok új dalokat, és nagyon várjuk, és remélem, hogy ha születik egy új dal, elsők között leszünk, hogy megkapjuk. Ahogy most ez meg is történt az Amore Mióval, te voltál az első rádió, akinek ezt átküldtem. Ja, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Játszátok sok szeretettel, és sok boldogságot még egyszer mindenkinek. És ha tehetik a kedves közönség, hallgatók, akkor jöjjenek el egy műsorra. Nézzenek meg. Legközelebbi fellépés, már mondjuk mondtad az első két napban, de például Szabolcs megye, mert pont kérdezte egy hallgató Szabolcs megyéből, hogy lesz-e mostanában fellépés. Tehát 144 rendezvényünk van erre az évben összesen, és azt tudom mondani, hogy fejből nem tudom mindent, de ha fölmennek a weboldalunkra, vagy a Bódiguszti hivatalos Facebook oldalára, akkor ott az események között meg tudják nézni, hogy merre vagyunk. És jöjjenek oda, csináljuk egy közös fotót, és küldjék el neked, mit szóltod. Bódi Guszti és a Fekete Szemek hivatalos oldala. Így van, én vagyok rajta egy fekete zakóval, fehér ingen és piros csokor nekem. Igen, meg is van. Jó, és mindenki ezt menjen rá, lájkolja, minél többen, és osszátok a videóklipet, erre kérnék meg minél többen, mert ezzel is. Jó, még egy kérdést, most jött Barátom. Egy fél perce, Kovács Zoltántól azt írja, hogy légy szíves, Sufi, kérdezz már meg, hogy vannak-e zaklatói? Igen, vannak, telefonon is szoktak zaklatni, valamikor bugyit, melltartót küldenek postán az irodába, illetve koncerten is tesznek mindenféle szexuális ajánlatot, simogatnak, tapíznak, tehát ez ezzel jár, én ezt elfogadom, a feleségem is elfogadja, úgyhogy ebből nem csinál nagy ügyet. Inkább ami fura, nekem az, amikor mondjuk megfogja valaki a bulámat, azt hinne az ember, hogy egy hölgy, hátra nézek, és egy pasi fogta meg a bulámat. Ez egy kicsit fura, nem ítélem el a másságot, de kicsit a fura érzés, tehát hogyha neki ez jó örömet okoz, akkor az én bulám fogdosása, akkor Isten adja neki, és akkor legyen neki kedves. És még azt kérdezi a Zoltán, és szakmába kerülés véget, vannak-e zaklatói? Zaklatók? Igen, vannak erőszakosak is sajnos, akik e-mailen, telefonon, Facebookon próbálnak segítséget kérni, és nem nagyon értik meg azt, hogy egyszerűen nincs időnk lehetségekkel már, mert annyira elfoglaltak vagyunk, hogy nincs egyszerűen. Ez a kis szabadidő, ami van, azt a családra szenteljük, és akkor az energia, ami van, azt pedig rám, a bátyámra és a szüleimre, az együttes a zenekarra megtetjük idő, és vannak is. Van, aki nagyon nehezen érti meg. Volt most egy MC Zifrid nevű rapper, ő nagyon-nagyon korrekt és nagyon normális srác. Ajánlom mindenkinek, hogy ha tehetik, akkor nézzenek utána a YouTube-on. Nagyon jó rapper, MC Zifrid, ő is megkeresett minket, ő értő szóval megértette, hogy miről van szó, és azt mondta, hogy ne haragudjuk, hogy zavart minket, sok sikert kíván és boldogságot kíván nekünk, és ez így korrekt. Van, aki viszont meg tehát miért, a tisztek, hogy így, meg úgy, és erőszakosok tudod, és nem tehetünk róla, mert nem tudunk mindenkinek eleget tenni. Persze. Nem tudunk, sajnos. Úgyhogy vannak erős zaklatók, és vannak normálisak, mint az MC Zifrid. És nem látok több kérdést, és akkor tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, nagyon és szívesen. További szép estét, és sok sikert nektek kívánok. Sok boldogságot. Köszönöm. Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Viszont hallásra. Köszönjük. Szia. És akkor a folytatásban a következő dalnak a címe Gyoli és Bódi Csabi, Táncolj Hungária. Ma este múlik
Éjjel buli van, így igaz, és még egyszer köszönjük szépen a Bódi Csabinak, hogy itt volt velünk, és egy órát beszélgettünk. De megyünk is tovább egy régebbi dallal, és az egyik kedvencem, hát mi is lehet a címe, az Őszi eső. Most hol lesz?
Az őszi esőt hallottuk, és megyünk is tovább. A következő dalnak a címe: elmondanám, de nem lehet. Itt vagy, de néha messze jársz. Itt vagy velem az álmok hajnalán. Nem volt elég, amit veled éltem át. Sosem elég, éríts meg hát. Az éjszakában, hogy mondjam el, hogy mennyire fáj, ha nem láthatlak, elmondanám, de nem lehet, én a csillagokat kérdezem, merre jársz, hol lehet, ó, kedvesem, elmondanám, de nem lehet, én a csillagokat kérdezem. Ne menj tovább a végtelenben, legyél csillag fent az égen. Ó, titkos írok, zokodok érted, emlékedet őrzöm örökre. Te vagy nekem a csillag az éjszakában, hogy mondjam el, hogy mennyire fáj, ha nem láthatlak, igen, igen, elmondanám, de nem lehet, én a csillagokat kérdezem, merre jársz, hol lehet, ó, kedvesem, elmondanám, de nem lehet, én a csillagokat kérdezem, merre jársz, hol lehet, ó, kedvesem. Egy sebzett szív, sírzokok az éjszakában. Hogy mondjam el, hogy mennyire fáj, ha nem vagy velem? Elmondanám, de nem lehet, én a csillagokat kérdezem, merre jársz, hol lehet, ó, kedvesem. Elmondanám, de nem lehet, én a csillagokat kérdezem, merre jársz, hol lehetsz, ó, kedvesem. Te vagy nekem a csillag az éjszakában, hogy mondjam el, hogy mennyire fáj, ha nem láthatlak, elmondanám, de nem lehet, én a csillagokat kérdezem, merre jársz, hol lehet, ó, kedvesem. Elmondanám, de nem lehet, én a csillagokat kérdezem, merre jársz, hol lehet, ó, kedvesem. Merre jársz, hol lehet, ó, kedvesem. Merre jársz, hol lehet, ó, kedvesem. És menjünk is tovább, de köszöntöm a most érkező rádió hallgatókat, és szép estét kívánok mindenkinek. Bódi Csabi volt a vendégünk, és az ő dalait hallgatjuk egészen 21 óráig, és a dalok vegyesek, új dalok és régebbiek. Most egy újabb következik, a dal címe a Két zsivány. Chica da bom, chica hey, bom chica da bom, chica hey, bom chica da bom, bom bom.
Facebookon, én meg rád írok. A két zsivány meghódítja most az éjszakát, minden csajszí minket akar, ez a jó világ. A két zsivány meghódítja most az éjszakát, versenyezzünk abba, hogy most ki lesz a király. Remegyek az éjszakába veled mulatni, enni, inni, jól berúgni, csajokat felszedni. A két zsivány meghódítja most az éjszakát, minden csajszí minket akar, ez a jó világ. A két zsivány meghódítja most az éjszakát, versenyezzünk abba, hogy most ki lesz a király. Kikérem a csivász regát, bírjaj a zsebem, ezt is szukni egész éjjel, hogy jó kedvünk legyen. A két zsivány meghódítja most az éjszakát, minden csajszí minket akar, ez a jó világ. A két zsivány meghódítja most az éjszakát, versenyezzünk abba, hogy most ki lesz a király. És a folytatásban egy nagy-nagy kedvenc dal a Csabitól, amit nagyon sokan kérnek a hallgatók, a dal címe Téged vártalak. Van ébredés, és vannak álmok. Azt nem tudom, mit hoznak még. Lehet, hogy téged vártalak mindig,
És megyünk is tovább a következő dallal, a dalnak a címe Aranyöltözéket veszek. És megyünk tovább, mert lassan a műsorom végéhez fogok érkezni, hát mulassuk át az éjszakát akkor. Ma este újból elindulok, nem tudom, mi lesz majd velem. Hosszú lesz ez az éjszaka, de engem már nem érdekel. Vár rám sok jó barát, egy mulató, egy gyönyörű lány.
ebből baj már nem lehet, mert otthon senki nem vár rá. Eljött újra az éjszaka, reggelig nem megyünk haza. Táncod át az éjszakát, gyere mulasd, ha szíved fáj. Eljött újra az éjszaka, reggelig nem megyünk haza. Táncod át az éjszakát, gyere mulasd, ha szíved fáj. Ma este újból elindulok, nem tudom, mi lesz majd velem. Hosszú lesz ez az éjszaka, de engem már nem érdekel. Vár rám sok jó barát, egy mulató, egy gyönyörű lány. Ebből baj már nem lehet, mert otthon senki nem vár rám. Eljött újra az éjszaka, reggelig nem megyünk haza. Táncod át az éjszakát, gyere mulasd, ha szíved fáj. Eljött újra az éjszaka, reggelig nem megyünk haza. Táncod át az éjszakát, gyere mulasd, ha szíved fáj. Gyere mulasd, ha szíved fáj. Eljött újra az éjszaka, reggelig nem megyünk haza. Táncod át az éjszakát, gyere mulasd, ha szíved fáj. Így igaz, reggelig nem megyünk haza, reggelig bulizunk, és megyünk tovább a következő dalnak. A címe Legyél szerelmes belém. Ez is egy új dal. La 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 la, legyél szerelmes belém.
já sabem que tu gerei. És menjünk tovább. A következő dalnak a címe Gyuri és Bódi Csabi, Dolce Vita. Dolce Vita, Bódi Csabit és Gyolit hallottuk, és menjünk tovább, a következő dal is egy új lesz. A dal címe Ezeknél a cigányoknál buli van. Amikor a Bódi Csabi itt van,
testvér itt van. Király testvér, az életet kihasználod, mert ma este a családoddal mulatod, már ma este ti nálatok buliban. Hald az ütemet és érezzed, amíg van. Testvér itt van. Csinál testvér, az életet kihasználod. Én ma este ti veletek bulizom, már ma este ti nálatok buli van. Főleg amikor a bódi csali itt van. Buli van, itt is buli van a Dínom Dánom mulatós rádióba, és mielőtt tovább mennék, ma esti vendégünk Bódi Csabi volt, vele beszélgettünk, vagy beszélgettem egy órát, és volt egy kérése. Bunyós Pityutól kérte egy dalt, a dalnak a címe a Lecsó, és azt mondta, hogy az egyik kedvenc dala a Pityutól, és sok szeretettel küldi minden kedves rádió hallgatónak. Hát köszönjük szépen a Csabinak, és akkor hadd szóljon a dal. Ez a lecsó, van benne négy.
Lecsó, lecsó, finom is a lecsó, és köszönjük szépen a Bódi Csabinak a dalt, és megyünk tovább, még kettő dalra maradt időm. Következő dalnak a címe, amit Bódi Csabi fog előadni, Larry Day. És elérkeztem a műsorom végéhez. Köszönöm szépen a Bódi Csabinak, hogy itt volt velünk, és köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy minket hallgattak. További jó szórakozást és szép estét kívánok mindenkinek. A dal, amivel elköszönök, Hova visz a szerelem? A dal címe, a mikrofonnál a Sufit hallották.